Nagyon nagy csata volt, nagyon nagy küzdelem volt, egy kitörő gárd ellen tudtuk megszerezni a 3 pontot. A játékosok minden elismerést meg is megérdemelnek, óriási szívvel játszottak, és 0-1-nél is helyén volt a szívük és a fejük. Én azt gondolom, hogy egy változatos, izgalmas találkozó volt, mindkét csapat győzelemre játszott. Nagyon boldog vagyok, hogy mi tudtuk megszerezni a 3 pontot. Úgy jön olyan csapat, hogy legtöbbször rá tudja kényszeríteni az akaratát az ellenfelére. Mi is úgy léptünk pályára, hogy dominálni szerettünk volna. Voltak olyan időszakok a mérkőzésen, amikor nem sikerült, alkalmazkodnunk kellett a Diós Győrnek a játékához. Én azt gondolom, hogy döntő volt az egyenlítő gól, viszonylag hamar sikerült megszerezni, és ráadásul azt gondolom, hogy a Valvökevén egy parádés találatot ért el. Az, hogy mi volt a döntő ezen a mérkőzésen, az, hogy óriási szívvel játszottak a játékosok, és jó felfogásban, és ugye itt a végén sikerült két támadásunkat góllal befejezni. Hát én azt gondolom, hogy ez egy csapatjáték, nyilván azért mentek be ezek a játékosok, mert vannak olyan értékeik, erényeik, amiket a csapat szolgálatába tudnak állítani, és ez is mutatta, hogy nyerni szerettünk volna, hiszen ugye előre cseréltünk. Én azt gondolom, hogy mindig azt mondom a játékosok, hogy mi változott. Én nem szeretnék a múlttal foglalkozni, én most is azt fogom mondani a csapatnak, hogy szerényen, alázatosan csináljuk tovább a dolgunkat, és hogy mondjam, tehát azt gondolom, hogy nagyon egységes a csapat jelen pillanatban, nagyon jó felfogásban csinálják a játékosok a heti edzésmunkát, és úgy érzem, hogy a mérkőzéseken is nagyon oda teszik magukat, bátrak, van önbizalmuk, és én azt gondolom, hogy igazi csapatként funkcionálnak.